Hello! Nagyon kellemes szép estét kívánok mindenkinek. Üdv! Hát szerda von, vége van már ennek a napnak is, úgyhogy túl vagyunk a hét felén, mondjuk ezt, nem? Nem? Tehát, hogy valami pozitívummal indítsuk a dolgokat, hát túléltük ezt is. Már csak két nap van hátra a hétből, és lehet megint hétvégézni. Szép estét mindenkinek, szia Potosifa, Ádám, Gyávanyúl, Timi. Hello, szia ti, Kat, jó utazást hazafelé, Dorka, Krisztina, és üdv mindenkinek. Hol is kezdjem a mai napot? Teljesen össze-vissza vagyok, és nem is jó helyen ülök, de itt vagyok. A lényeg, ami lényeg, hogy ma a menetrendnek megfelelően tovább barangolunk az Elden Ringben. Hát már csak pár óra van a játékból hátra. Hát mondjuk így még egyszer annyi, mint amennyi most így belecsattant már, de ettől függetlenül nagyon-nagyon szeretjük a nehézségei ellenére ezt a játékot. Én legalábbis, bár ahogy nézem a VOD csatornán, ti nem annyira, hát ez van. nem annyira kedvelt, úgy látszik ez a videó játszik, vagy én nem tudom, nálam nem megy jól akkorákat, mint így a világszerte amúgy, de amúgy jó ez a játék, én tényleg szeretem, és elképesztő, amit csináltak. De ezt egy milliószor elmondtam, meg ezt hangoztattam már itt ezerszer, úgyhogy csatangolunk szépen tovább a mai nap benne. A hét további része ki van töltve, bár gondolkoztam, hogy valamit kicserélünk Star Wars-ra, de rájöttem, hogy annyira megígértem már többször is ezt a Returnal folytatást, hogy nem variálok, úgyhogy a menetrend él, a menetrend ott van, tessenek ránézni, és ja, nem jön át az izgalmas történet? Hát, bocs. Amúgy maga az alaptörténet annyira nem egy nagy izgalmas, vagy hogy mondjam. De majd megpróbálunk valami izgalmat belecsempészni, vagy nem tudom. Szép estét mindenkinek. Csattanok a játékba szerintem, mert hát izgalmasabb. Még egy gyors infó, mielőtt becsattannánk. Most már többeknek elérhető, vagy hát így mindenkinek is elérhető, ha jól tudom, az Unreal Engine 5, ami azért is egy fontos dolog, mert ugye az új engine-je az Epicnek, vagy hogy mondjam, az Unreal-nak. És lényeg, ami lényeg, ugye egyre több játékról tudunk, hogy készül ebben az engine-ben, és ami nagyon-nagyon érdekes, hogy például bejelentett a Crystal Dynamics is, hogy készül egy új Tomb Raider játék, Tomb Raider, szóval, hogy jön egy új Tomb Raider játék, és már Unreal Engine 5-be készül a játék, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Egyrészt én ezt a új motoros, vagy vonalas Tomb Raider-t ezt nagyon-nagyon szerettem, mind a hármat, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hova pergetik és viszik tovább. Jó lesz, remélhetőleg jó lesz. Illetve, ami még egy fontos információ, azoknak, akik szeretik a japán és szamurái világot, ugye volt itt, már megosztottam egyszer a Discordon, hogy érkezik egy játék, ez a úgynevezett, az a címe, hogy Track to Yomi, ugye egy ilyen, hát akció, side-scroller, nem tudom én micsoda, nem tudom teljesen belőni pontosan, egy fekete-fehér játékról van szó, ami baromi hangulatosnak és jónak tűnik. Megvan a megjelenési dátum, ami május 5-e, és ha nem csal az információimnak a eredetisége, akkor Game Pass-be Day One benne lesz, úgyhogy május 5, Track to Yomi, szamuráj kardokat élezni, pergetjük neki ezerre. Hello Feri! Mester, üdv mindenkinek! Most már ennyi infom volt így igazság szerint, úgyhogy menjünk videójátékkal játszani most. Na jó, na, hol is tartottunk itt a múltkor? Ugye utoljára szombaton játszottunk ezzel a játékkal, és hát itt ezen a hídon voltak némi összetűzéseink. Egy bizonyos súlyában hátránnyal szenvedő úriemberrel,
aki hát Malacka néven is hívható lenne, de ne hívjuk így, ugye nyilván nem kéne ledagadtozni senkit, jó? De hát ő dagadt. Na, szóval a lényeg, ami lényeg, hogy ő a testünket szereti mostanában, vagy elkezdte elég erősen hát agyusztálni, tehát hogy halunk. De ezzel nem jutunk tovább. Ugye a Rennie questline-on vagyunk rajta, vagy hogy mondjam, és át akarnánk oda jutni arra a helyre. Na most nem emlékszem pontosan, valamit Hirks írt, hogy amúgy nem is biztos, hogy feltétlen át kell menni, de lényeg, ami lényeg, hogy oda majd el kéne nézzünk. Mindezek előtt azonban, ám bár de, lehet, de csak lehet, hogy elhagytuk egy-két dolgot ott. Itt a okos madárkák csicseregték, hogy van ott valami, amit amúgy lehet, hogy érdemes lenne megnézni. Úgyhogy elmegyünk most oda a manor levelbe, és megnézzünk egy részt, hogy ottan mi van. Jó? Tehát van ott valahol egy lada. Van ott egy lada, és nekünk az a lada állítólag jó lehet, akár. De amúgy nem, de megszerezzük ettől függetlenül. Tehát, hogy elfutunk erre, valamerre. Amúgy nem emlékszem teljes pontosan fejből, de szerintem hopp, igen, a másik ére. Júj, tehát engem itt meg akar. Aha, na most ebből nagyobb szex lett, mint én azt így szeretném amúgy. Nem, azért nincs bajom a szexel, csak hát na, azért. Szóval erre eljöttök, és oda, látjátok? Oda. Oda egy ilyen határozott, bátor lovagi mozdulattal így pü, leugrasz. Nagyon jó, és akkor itt vagy. És ennyi, ezt kerestük, ezt a placot, itt lehet angol keringőzni, és hasonlók. Nem, nyilván nem csak azt lehet, hanem, hogy? Van itten, kérlek szépen titeket, hogy is, mi is, hol is, tovább kell leugrani, vagy hogy van? Aha, látjátok? Oda. Egyből a közepébe, nem volt semmi petting, így van, hát pedig aztán az... Hát néha így, néha úgy, azt szokták mondani. Szóval itt aláereszkedünk ezen a lépcsőn. Így le. És... Voilà! Azért a ládikóért jöttünk ide. Mert hogy abban van benne az egy gyűrű. És... Amilyenk lesz az egy gyűrű. Nem? Nyilván nem az egy gyűrű van benne. Az egy másik... másik lore. De van benne egy elképesztően nagyon durva... A card, ami Sword of Night and Flame néven fut. Aki esetleg Yhunternél néha bepillantotta a videójáték végigjátszásának folyamatába, az találkozhatott ezzel a karddal, ugyanis ez a card, Sword of Night and Flame, ugye nálunk a nehézség a használatában az az, hogy intelligencia kéne hozzá. Tehát, hogy a mi karakterünk hülye. De amúgy ez egy nagyon-nagyon jó kard, ennek a kardnak az egyik képessége a kamehame. Tehát, hogy le lehet kamehamázni így az enemit például, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon menő kard, rohadt jó kard. Megszereztük, de nem tudjuk használni. Viszont a listán ezt így ki tudjuk pipálni, hogy megvan. És itt amúgy ezt az ajtót ki lehetett nyitni, ezt kinyitottam streamen kívül. Igen, tudom, bocsánat. Ne haragudjatok! Yeah. Na és ez amúgy visszavezet ide a legelejére itt az akadémiai résznek. Jaj, most meg akarnak itt szexelni, de én innen megyek azonnali jelleggel. Ami még nekünk egy kimaradt, vagy hogy mondjam, ilyen érdekes eleme lehet itt a dolgoknak, ha minden igaz, melyiknél? Innet? Várjál, be volt jelölve. Direkt bejelöltem ilyen extra dolgokat, amiket nem néztünk, meg nem csináltunk meg, és menjünk oda. Átvegyünk egy másik helyre. Jézus Mária, majdnem ott itt kaptuk. Igen, az az OP Kamehame build. Nem is a Kamehame build, tehát ugye... Az a különlegessége az a kard, annak a kardnak, hogy nem kell például megtanulnod azt a varázslatot ahhoz, hogy használd azt a kardot, vagy azt a képességet. Nem is tudom merre, de valahol a híd alatt volt. Várja, Feri! Feri barát? Itt! Aha, arra. Jó, megvan. Itt totálisan képbe vagyok, a kettes számú jelöléshez kéne menni.
Csak a térképen nem látom. Ott van az. Jó, jó. Ott. Aha. Na és akkor ide jövünk. Mert hogy kimaradt itt egy... egy kis érdekesség, meg huncutság. Itt van egy, egy karakter, akivel nem... nem váltottunk szót. Hát váltsunk szót. You fought Nereus and survived. That alone deserves commendation. I'm Eura, hunter of bloody fingers. A véres ujjak vadászója. By Cessblood. Zealots who stalk their own. You stay the path. You're certain to face more of them. Just remember, no kinship with their ilk remains. Értem. Nagyon jó. Don't let your emotions stay your blade. Értem. Be on your way. Perhaps we will meet again. If fate permits. Be on your way. Perhaps we will meet again. És elküld minket. Na most elvileg ő vele, őt le lehet ütni, vagy nem tudom pontosan, és akkor amúgy kapunk egy kardot, vagy megkapjuk a kardját, vagy valami ilyesmi. Na most én, tehát, hogy bántsuk, ne bántsuk. Elfelejtettem az információt, hogy bántsuk-e őt, vagy sem. Igazából azt hiszem a... valamelyik katonát lehet megszerezni tőle, hogyha megölitek ezt a karaktert. Én nem vagyok ilyen gyilkolászós típus. Nem tudom, hogy másképp meg lehet-e szerezni. Erről nincsenek információim. De hogy... igen, a Nagakiba nevezetű kard van ő nála. A Nagakiba. Viszont hát az van, hogy nekünk ugye terveink alapján arra kéne tovább menni, de hát én félek. Én félek. Még meggondoljuk, hogy őt megbántsuk-e vagy nem a Nagakibáért. Én megyek, megpróbálkozok ezzel a dagival. Nem tudom, hogy hogy legyen, hogy jó legyen. Félek. Félek, nagyon sok HP-ja van, és nagyon gonosz. És még csal is. Ezeket tudjuk ugye róla, de ezeket mind fixen. Itt van némi szól, ami nulla. Na, ott van, a, ott van az úriember. Szervusz, üdvözöllek. Most dob egyet. Hogy, én meg dodzsolok kettőt. Ouch, 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 szünet, szünet, HP-t töltelék, szünet. Itt valahogy meg kéne ölnünk, csak látjátok mennyi HP-ja van? Hát ez konkrétan csalik. Ez kettőt csinál. Kör, körbe, és most jön a dobás, dodge. Bocsánat, hogy mondom, mert önön magamat igyekszem ezzel a... Igen, ez a trükk, ez most itt, tehát a timingom az konkrétan lófüty volt. Ne csalikolj! És már izzad a tenyerem, érted? Már félek, már a testem az rettegésben van. Bunko! Azon gondolkodtam előző alkalommal óta, hogy biztos erre kell menni a questelni. Szia Hirks! Hát ezt most talált ki, mert most bántalmazzuk ezt az úriembert. Kapom! Nem, mégsem. Téves információ. Au! Csíp! Au! Hogy az a tűzvarázslós némiként az, hogy ejtene teherbe a... Mi ez? Great Earl, az, azt akartam mondani. Lehet teszelni, Rania helyén ül-e a toronyba, vagy sem? Aha, hát majd mindjárt megnézzük, mert egy kicsit itt így fiaskóba benne vagyunk vele.
Én is tudok ilyet. Nem vagy te olyan különleges. Jaj, kezdődik. Kár volt, kár volt. Jaj, ne már. Az anyukáda. Védtem, védtem, csak mondom. Ne, ne bánts! De Dagi. Te is szédülsz, jó van akkor. Ez így el fog tartani egy darabig. Én lóról tudtam legyőzni. Aha. Szóval lehet lóvá tesz taktikával csinálni? Á, belegurultam. Semmi baj, semmi baj, semmi baj. Szóval egy tesztelés erejéig, közben szép estét mindenkinek. Én úgy tudom, hogy igen, különben nem kapja meg a kulcsot a ládához. Aha. Akkor visszanézzünk, vagy ne nézzünk vissza? Még sem eddig nem tart visszanézni Rannyihoz. Elnézzük oda, itt büdös van ezen a hídon. Hát, ha addig kiszelőzik. Én úgy emlékszem, erre nincs questline. Nem a túloldalon kell tovább menni? Vagy ott csak beaktiválni lehet Great Rune-t, vagy nem? Vagy mi van? Valami van ott a túloldalon. Hát nyilván ott van az a torony. Mi a neve? Az. Ugye itt is volt egy ilyen Divine Tower. A Great Rune aktiválás van a túloldalon. Aha, ja. Na most a helyzet az, hogy Rannyi, nincs itt Rannyi. Már csak egy Grace van a helyén. Ült helye van a csajnak. Mondjuk így. Na már most az újra éledés rúnája aktív, már akkor mikor megkapod. Szóval mi van akkor abban a toronyban? Itt majd be kéne vágnunk. Be kéne szereznem a stream deckre ezt a cirip-cirip hangot, amikor fogalmam nincsen, hogy mi az Isten van. De tényleg. Megnézem már, mi van ott. Cirip-cirip. Most az van ott. Itt most még egy grészt aktiváltam. Mert hogy itt a toronyban lett még egy grész. De gyerekek, én azért oda megyek, már csak becsületből. De ne nézd meg már, mit ne nézek? Most egy picit rébuszokban beszélsz számomra, Hirksz, nem értem. Mit ne nézzek meg? Az inventory-ban nézzek meg valamit? Inventory. Rembrandt-szalunk, vagy mi az Isten, nincs. Szóval Unborn cucli-mucli van, meg a Godrix Great Rune. Tehát, hogy nincsen más Great Rune-unk. Tehát, hogy nem neked... Nem neked írtad. Tehát, hogy nem nekem írtad. Na, jó van, semmi baj. Én fiaskóba kerülök ezzel a Dagival még egyszer, jó? Most egész jól ment itt az első nekifutásra. Most visszaérkezek a videójátékba. Még az is lehet, hogy meg fogom tudni egyszer ölni. Ma. Na figyelj, szia te Dagi. De nem ér varázsolni, amikor én varázsolok. Csaló vagy. Egy undorító csaló. Elrontottam a timingot. Yes. Ez nem az a flaska, ami nekem kell.
Most nem akart velem játszani a Dagi. Velem nem játszik. Na jó. Gyere ide! Nem igaz, hogy nem tudjuk megölni. Nem igaz, hogy nem tudom megölni. Nem igaz, hogy semmit nem sebzek amire. Egyébként ő nem kevér, csak síros a ruhája. Engem az sem érdekel, hogyha... a hátizsákját látjuk, akkor is Dagi. Amúgy meg valami kígyótestű jellegű, ahogy én nézem. Áó. Nem igazán engedte, hogy én azt ott megígyam rendesen. A kérdés számomra amúgy az, hogy... én sebzek rohadt kicsit, vagy ő neki van rohadt sok HP-ja? Vagy mindkettő? Is-is, aha. Na mondjuk az, az a nagyobb gond. Igyekszem a timingokra figyelni, srácok. Igyekszem, de néha elrontom. Shit! Shit! Kapta? Kezdődik. Gond? Jó, nincs gond. Na! A haló! Megbolondult! Megbolondult! Houston, eddig ilyet nem csináltál! Nyugodjál már meg! Fuck! Fuck! Jó, de hát ez nettó parasság, erre nem tudok semmit sem lépni. Ezt muszáj dodzsolnom, mert különben leüti a... Dagi feje a cuccos. Jó. Hát de bakker! Ez egy mocskos csaló, ez a Dagi fejű.
Nekem tetszik, amit csinálsz. It's over, man. Elfogyott a HP-m és már nem is tölt a ízése. Nem voltam elég messze. Nem voltam elég messze. De hát ez komolyan nagyon durva, hogy ennyi HP-ja van ennek a senki házinak, de tényleg. Tehát ez egy... Ez egy mobocska akarna lenni. Jó, hát inkább nagyobb, mint kisebb, de... Tiszta balancság. Semmi! Wow. Mondjuk azért az paraszt volt, amit több csinált, már nem azért. Meg akartam ütni a farok csóválóssal, hogy hát ha le lehet. Na ugye az nagyon sokat ad a posture break-re, vagy hogy mondjam, tehát hogy akkor lehet, hogy le tud térdelni, és meg tudjuk szúrni. Csak az a bajom, hogy ha még ha meg is szúrjuk, egyszerűen azt látom, hogy olyan minit sebzünk rá, hogy az valami elképesztő. Jó, hát ez egy ilyen... Doggy fight. Persze, hogy nem érte. Jó, atyám már játék. Késő. Igen. Miért nem ütött még egyet? Kétszer nyomtam meg a gombot. Jajajajajaj! Nem tudok elgurulni ilyenkor egyszerűen. Még egy. Igazán elfeküdhetné, vagy valami történhetne veled. Elfogyott a staminám. Már nincs idő el. Gurulni. Kezdődik.
Há, persze, hogy nem tudom lecounterezni, mert érted? Akkora rohadék nagy darab, de nem tudja eltalálni a karakterem, érted? Most meg végig spamel mindent, hogy megdögölje. Semmi gond. Az már nagyobb gond. Pláne, te nem hagy hílelni, hát... Öcsi, pusztulnál ki, hát de komolyan! Egy, kettő. Oké. Öcsém. Ugyanúgy gurultam, mint amikor el tudtam gurulni előle. Most nem sikerült. Mindjárt csalni fog, nyugi. Ne! Nem váltott át a pajzsra. Ne, könyörgöm, ne. Ne. Ne, már nincsen HP töltőm. Fucker! Aj, ne már! És ez az idegesítő, hogy mennyi 10 percet harcoltam most alsó hangon vele, és fogja magát, és akkor... Rohadék. Esetleg egy vagy két HP-t... Hát igen, az egy jó ötlet, csak azon gondolkoztam közben, hogy mit tudnánk rávarázsolni, aminek lenne értelme. A fekete tűznek nagy értelme nincs, nem? Jó, tehát próbálok agresszív lenni, konkrétan értelmetlen.
Hát, akár azt a trackingedet, azt. Hármat egymás után nem tudok rájutni. Nem találja el, érted? Hát vak vagy? Akkor rohadt nagy az az ember ott előtted, főnök. Az, hát szedd le a húsát. Hát valami legyen. Nézd meg. Nem találom el. És most elrontom a timingot. Bazzeg! Bocsánat, elnézést. Nem hiszem el, hogy nem tudom megölni ezt a valakit, érted? Egyszerűen nem hiszem el. Nem a flaskán múlik igazából, én erre már rájöttem. Tehát tök mindegy. Jó, nyilván a végére több marad, akkor flaska, hogyha átcsoportosítom, de nem azon múlik. Valamivel tök jó lenne szétszpemelni a fejét, vagy nem tudom. Nem tudom, mit csináljak vele. És a legviccesebb, nézd, én nem tudok eldobni odáig, ő meg simán eldob idáig. Voilà, íme a példa. Persze, hogy... De ennyit nem várt ki az ütéssel soha eddig még. Soha. Nem lehet eltalálni. De én ezek tök kiégek, érted, hogy nem lehet eltalálni az enemit, aki akkora, hogy az egész hidat elfoglalja. De érted, a karakter? Nem, az nem találja el. Nézd meg, képes! Hát basszeg, komolyan. Kiégek. Pedig nem is én nyomom most a fekete tűz meg égő mágia dolgokat, de ki fogok égni, komolyan. Az persze. Hülye. Ezt magamnak mondom, a hülyét. Az a gomb az... From Software az dísznek volt? Na bocsánat, hogy megkérdezem. Semmi baj.
hát átcsoportosíthatunk, nem? Tessék, így legyen 9 flaskánk, és tudod mit? Tehát, hogy... Nem. Equipment. Vedd ki a kezéből. Mi az, ami a legnagyobbat rakja? Ez nagyot rak. Add ide. Ja, csak heavy load-ba vagyok. Ja, nagyon jó. Akkor... De körülök. Akkor mindegy. Hősies lovagunk hogy halad? Az Uninstall felé. Nyilván nem, de semennyire. Hát ugyanott vagyunk, mint 40 perccel ezelőtt. Annyi, hogy fölvettem egy kardot, amit nem tudok használni. És az enyém nem megy el odáig, ahol van. Megnyomtam a gombot, hogy váltsunk pajzsra. Nem igazán jött neki össze. Valami idegesítő. Akkor ez az. És tudjátok, hogy miért? Azért, mert rohadék sok HP-ja van. Hát a Tia Neo is olyan, igen, ott is tudnak olyan dolgok történni, hogy meg az ember kijön a béketűrésből. De egyszerűen nem értem, srácok, hogy itt vagyok azért most már nem egy olyan alacsony szinten is. Tehát, hogy miért ilyen rohadt kicsi a sebzésem? Tehát, hogy semmit nem sebe ez a karakterünk. Olyan, mint hogyha nem tudom... Úgy érzem magam ennél a fightnál, mint hogyha nem tudom, nulladik szinten jönnék ide. De érted, még akkor is, hogyha benyomom rá a holy-holit. Nem találja el 3 centiről, de nem baszd meg, már bocsánat a szóhasználatért. Persze, de még csaptossál a farkaddal is. Plusz 14-es a fegyverünk, Dexterity-ből és Fate-ből scale-el. De nem igaz, hogy egy másodpercre én is hogy támadjunk be ebbe a játékba. De tényleg! Egy másodpercre, jó? Ennek mocsok sok HP-ja van, és mindenre is van defense-e. Ja, nagyon jó. Ennek örülök. Nem velem van a baj? Hát én pedig azt érzem, de köszi Lord Fairy, köszi, hogy mondod. Úgyis csak egyeket tudok ütni, akkor egyeket fogok ütni.
szevasz. Na, hát sokkal többet damage-elek. Ja nem. Megint, egyszerűen, hány ütésed van egymás után, amikor nem egy pillanatra sem állsz meg? Egy, kettő, három, négy, most megállsz, de már jön az ötödik, értem. Jó, akkor hagyjuk. Jó, tehát, és látjátok, és most azt nem értettem igazából, 82-t ütöttem rá, ugye? Jól láttam a szám kiírást? 82-t ütöttem rá, úgy, hogy fizikálban van 141 plusz 31 damage-em elvileg, és elvileg több damage-emnek kéne lenni, mint ezzel a karddal. Tehát, hogy akkor mi a fütykös is van igazából? Tehát, hogy néha nem értem, hogy hogy jön ki a matematika. De mindegy. Van fizikál ellenállása. Ja, értem. De most csak várjál, tök józan parasztival, fizikál ellenállása van, oké, a 141 plusz 31-et leszette 82-re. Akkor hogy lesz, mennyit ütök ezzel? 151. Hogy lesz a 136 plusz valamennyiből? Tehát nem jön ki. Vagy én nem értem akkor, hogy mi van. Mert hol itt is sebb ez a fegyver, de az csak ekkor, ha ezt használom. Amúgy nem. Jó, most megint meghalok. Nem, az csak akkor alapból is van, alapból, de nem kéne neki, várják, most már nem fogom nézni. Jó, ölj meg, légy szíves, leszarom, hogy itt vagy amúgy. Azt sem érdekel, hogyha ki írnak a játékból, vagy három ilyet írnak a játékba. Ja, hogy van neki alapból még az is, aha. Tegyük bele a másikba az ártat és kiderül, abban nem tudom, azt mondom, vagy nem tudom, hogy bele lehet, mindegy. Ja, látom. Aha. Világos, értem. Elkezdem így 60 óra után érteni a videójátékon. Oké, köszi, hogy segítettetek ezt megérteni. Dankeschön. Szerintem kéne találni a játékba egy zsírleszívót. Nem baj, ha most nem kommentálok arra, ami történt. Az range, basszák! Az range! Próbáljuk meg bleedelni. Melyik a klónak volt ilyen nagy build-upja, igaz?
megnézhetjük. Ráérünk, egész este itt leszünk, én már akkor is átmegyek itt, ha beledöglök. De most amúgy a Runny Quest-tel nem erre kéne tovább menni? Nem azért adta a figurát, hogy itt tovább tudjunk jutni? De most tökélen összezavarodtam. Híjj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 
Hát de domom a dom... Zsot. Vérzik a mocsadék! Kezdi! Segítség! Megdumáltuk! De nyomtam a dodge-ot, miért nem dodge-ot? Sikaká! Tehát, hogy az elsőnél, amikor elkezdte, már nyomkodtam a dodge-ot, és nem indult el a karakterem. Én nem hiszem el, hogy nem lehet eltalálni az enemit amúgy. És ott vagyok, Bodker! Ne csaljál már! Hát, baszd meg! De ez mi ez a vicc már? Ezt hagyjuk, mert konkrétan elszúlt mellettem, és... azt a rohadt élet. Tehát én már mögötte voltam, és elszúlt előre, és konkrétan kaptam. Még egyszer felbildelt a bleed, az jó volt. Ott egy 1500-öt kivéreztettük, de utána nem tudom, hogy miért nem tudtuk még egyszer felbildelni rá. Valószínűleg mert béna vagyok, de mindjárt kiderül egy újabb trájnál. Szia, üdvözöllek, dögölj meg! Azaz, pont bele! Nem tudtad te véletlen, hogy megnyomtam azt a gombot? Egy.
hülye animációs. Erről nem szoknak le, hogy 20 perc érted behílelni. Mi? Mi? Jó, semmi gond, nem érdekel, hogy hiába nyomsz egy gombot, nem történik meg. Ez a From Software. Ez teljesen normális. Ez nevetséges. És végig kombózza. Hát persze! Nem. Nem vérezne amúgy megint egyet? Csak úgy a kedvemért, úgy poénból. Hogy őszintén kérdezem. Nem. Jó van akkor? Kapufa, hülye gyerek. Nem. Hiába nyomom a dodge-ot, nem dodge-ol a karakter. Köszönöm szépen, ez nagyon kedves. Alapvetően amúgy ez nagyon kedves. Jaj, nem, már megint kezdik.